Még mindig sok embert vernek át az unokázós módszerrel, nemrég 300 ezer forintot csaltak ki egy hegyvidéki nőtől. A művészet ereje, több száz speciális nevelési igényű gyermek vett részt a 42. Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválján. Jön a nagy sportág választó, az idei rendezvényen 101 sportágat és 7 parasportágat próbálhatnak ki az érdeklődők. A budai híradót látják, 19 órakor jó estét kívánok. 300 ezer forintot csaltak ki egy 12. kerületi nőtől az úgynevezett unokázós módszerrel. Az áldozattól 1,5 milliót kértek a csalók, de rövid idő alatt a hölgy csak ennyi pénzt tudott összegyűjteni. A rendőrségi fellépésnek és a folyamatos tájékoztatásnak köszönhetően a hegyvidéken egyre kevésbé hatékonyak a bűnözők, de még mindig hetente legalább 1-2 embert sikerül átverniük. Az unokázós csalást elkövető bűnözők már nem csak idős embereket találnak meg, most már a középkorúak sincsenek biztonságban. Ezt bizonyítja egy a közelmúltban történt eset is. Egy 12. kerületi család a gyermekük védelmében fizetett jelentős összeget a csalóknak. A közelmúltban szombat hajnali 3 órakor csengett a vonalas telefon a sértetnél. Mivel ezt a telefont csak vészhelyzetben használták, az édesanyja azt gondolta, hogy a mamájával vagy a fiával lehet baj. Én azt kérdeztem, hogy te vagy az, Gábor? És azt mondja, igen. Mi történt? Karamboloztam. De nagyon nehezen nyögtek, és nagyon szűken, nem lehetett jól hallani. Előző este volt a fiam nálam, igen, meg volt fázva, meg allergiás is volt, úgyhogy ez az eltorzult hang, ez nagyon jól illett ahhoz a hanghoz, mintha ő lenne. És mondta, hogy hát az történt, hogy karamboloztunk, én voltam a hibás, összeütköztem egy Mercedes-szel, most meg akarnak verni, meg rendőrt akarnak hívni, hát mondom, hívjanak. Na jó, de én ittam. Hát hogy ittál? Hát sose szoktál. Hát most ittam, és nem voltál bekötve, nem. Ahogy a hölgy is elmondta, rengeteg árulkodó jel lett volna, amire figyelni kellett volna. De a körülmények és az időpont jelentősen befolyásolták a döntést. Az esti, éjszakai órákban hívják az idős embereket, amikor már alszanak, pihennek vagy fáradtak, ezért könnyebben, ugye az álmukból felkeltve, könnyebben bedőlnek ennek a történetnek, illetve ami nagyon fontos, hogy segíteni szeretnének a rokonuknak, akik bajba jutottak, ezért próbálnak meg mi hamarabb mindent megtenni azért, hogy a segítségüket nyújtsák. Ebben az esetben a helyzetet nehezítette, hogy a csalók vagy fülest kaptak a fiúkról, vagy véletlenül találták el a nevet és más körülményeket, de a lényeg, hogy az édesanyja számára hitelesnek tűnt az egész. És kérdezem, kivel voltál? Mondja, a Petivel. Ez azért volt érdekes, mert előző nap beszéltünk, hogy a Petivel szokott elmenni szórakozni. Hol voltatok? Biliárdozni. Teljesen beleesett a képbe. Tehát éjjel 3-kor jön a biliárdból, de az én fiam tudtam, hogy mindig beköti magát, és sosem iszik. Tehát voltak dolgok, ami mindjárt figyelmeztető lett volna, ha az ember józanul gondolkodik, de éjjel 3-kor ezt nem tudja megtenni. Mindig az volt, hogy tőmondatokat zavarosan, és az információt mindig a becsapott fél adja. Kérdeztem, hogy fölhívtad már a barátnődet névvel? Azt mondja, nem, de még ne hívd. Fölhívtad már az apádat? Nem, de még ne hívd. Tehát én adtam mindig az infót a szájába. Ez esetben is, mint minden hasonló bűncselekménynél, az elkövetők mindent megtesznek, hogy senki ne hívja a rendőrt, és hogy szóval, illetve félelemben tartsák a hozzátartozókat. Itt is hasonló történt. Az ügy vége az lett, hogy a szülők 300 ezer forintot adtak át egy semleges helyen a futárnak a fiúk épségért cserébe. Sajnos nem ez volt az egyetlen ilyen eset. A rendőrkapitány szerint, ha rossz hírt kapunk, azt is azonnal kontrollálnunk kell saját érdekünkben. Manapság már majdnem mindenkinek van mobiltelefonja, tehát érdemes azt a rokont, akire hivatkoztak, visszahívni, vagy esetleg férjét, feleségét, gyerekekkel beszélni, hogy valóban történt-e az az esemény, amiről a telefonhívásban tájékoztatták a sértettet. Segyevi Zoltántól megtudtuk, hogy az idősek védelme érdekében a rendőrség az idős otthonokba is ellátogat, az egyházak segítségét kéri, és minden lehetséges fórumon felhívja az emberek figyelmét a csalók által alkalmazott trükkökre. Az apák számára is hozzáférhetőek a családokat célzó támogatások. Erre hívta fel a figyelmet Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Így tehát a gyedet, a gyest és a gyed extrát is igénybe vehetik az apák.
kiemelte, kifejezetten az édesapáknak szóló lehetőség a gyermekek megszületése után járó szabadság. Egy gyermek után 5 napot, ikrek esetén 7 napot lehet kivenni. Megérkezett Budapestre a 3-as metró első felújított szerelvénye. Egyebek mellett korszerűsítették a vagonok utasterét, a vezetőfülkét és a műszerfalat, illetve a vezérlő és a biztonsági rendszer is megújult. A felújítást végző orosz cég összesen 37 felújított szerelvényt szállít Budapestre. Az M3-as metró vonalának korszerűsítése, vagyis a pályák és az állomások átépítése a tervek szerint ősszel kezdődhet el. Több száz speciális nevelési igényű gyermek vett részt a 42. Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválján. A rendezvénynek 20. alkalommal adott otthont a Gennaro Verolino iskola, ahol több művészeti ágban mutatták be tehetségüket a gyerekek. Változatos produkciókkal mutatták be művészetek iránti fogékonyságukat és tehetségüket a gyerekek a Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválján. A résztvevők a Budapesten működő gyógypedagógiai intézmények sajátos nevelési igényű tanulói voltak. Van tánc, énekzene, versmondás, prózamondás és báb, tehát 5 művészeti ágban, 5 helyszínen 3-4 fő zsűri értékeli az ő produkcióikat, arany, ezüst és bronzok levéllel lehet ezt jutalmazni, tehát mindenkinek elismerjük a tehetségét, a szorgalmát, valakinek jobban sikerül, valakinek kevésbé, de mi gyógypedagógusok értékeljük azt, hogy a gyerekek kimernek állni, és a legjobb tudásuk szerint próbálják meg bemutatni azt, amit megtanultak. A Gennaro Verolino iskola már 20. alkalommal adott otthont a nagyszabású rendezvénynek. A fesztivál a 42. volt a sorban. Idén több napon keresztül hívták fel a figyelmet a különleges nevelési igényű tanulókra. Az idei évben az a különleges, hogy 3 nappá fűztük ezt a rendezvényt. Az első napon egy szakmai konferenciával, Dimenziók címen próbálkoztunk meghatározni a gyógypedagógiai jelenlegi helyzetét, kiterjedését, ahogy ez a dimenzió szó jelentése is mutatja. A második napon, ez volt a legizgalmasabb, egy flashmobot szerveztek a kollégák a Hősök terére, és a mai nap a csúcspont, a záró rendezvény, ez a fesztivál, ahol több műfajban, több korosztályban a sajátos nevelési igényű gyerekek, a gyógypedagógiai intézmények tanulói megmutathatják, hogy mennyire tehetségesek. A gyógypedagógiai intézményekben azok a sajátos nevelési igényű tanulók kapnak közoktatási ellátást, akik különböző okok miatt a többségi iskolákban nem oktathatók integráltan. A fesztiválon enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, vak és gyengén látó, siket és nagyot halló, mozgásfogyatékos és autizmussal vagy súlyos tanulási zavarral élő gyermekek mutatták be művészeti produkcióikat. A szakemberek úgy vélik, az integráció egyik lehetséges formája a művészetekben és a sporttevékenységben lévő lehetőségek kihasználása. 30 intézmény van itt úgy, hogy a bakonyoszlopiak minden évben eljönnek. Ők, amikor mi fővárosi fenntartású intézmények voltunk, akkor együtt voltunk velük, mert ők is fővárosi fenntartású intézmény voltak, és hát megmaradt a barátság és a szeretet, és ebben az évben meghívtuk a Hegyvidéki Önkormányzat fejlesztőnek napközi otthonát is. Nagyon sok gyerekünk ott éli a mindennapjait, és örülünk neki, hogy találkozhatunk velük. A Gyógypedagógiai Intézmények Fesztiváljának legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a speciális nevelési igényű gyerekek megfelelő oktatásának fontosságára. A rendezvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a gyermekek megismerjék fogyatékos társaikat, megtanulják elfogadni egymás másságát. Jön a nagy sportág választó. Az idei rendezvényen 101 sportágat és 7 parasportágat próbálhatnak ki az érdeklődők. A fiatalok emellett világ- és olimpiai bajnok sportolókkal is találkozhatnak. A szervezők szerint jó esély van rá, hogy több mint 22 000 látogatnak majd ki a nagy sportág választóra. Ha így lesz, rekordot dönt a rendezvény.
Idén válik nagykorúvá a nagy sportág választó, vagyis már 18. alkalommal rendezik meg a sporteseményt. A Merkapt sportközpontban pénteken és szombaton minden eddiginél több sportágat lehet majd kipróbálni. Új csúcsot döntünk, nagyon büszkén mondhatom, hogy 101 sportágat próbálhatnak ki a gyerekek az Apex sportjában, és újdonságként és nagyon fontos szerepvállalásként 7 parasportot is kipróbálhatnak a fogyatékkal élő gyermekek, úgyhogy teljes lesz a kép, remélhetőleg olimpiai és nem olimpiai sportágak, szabadidős sportágak és magyar tradicionális sikersportágak is várnak ránk. Hangsúlyozottan és nagyon fontos vállalásként mondhatjuk, hogy a rendezvény ingyenes, mindig is az volt, és ez a nagyon fontos célunk, hogy így is maradjon. Pénteken az iskolákról szól, ahol szervezettel jöhetnek a gyerekek kipróbálni a sportágokat. Szombaton pedig a családoké lesz a főszerep. Kis Gergely hangsúlyozta, nem lehet mindenkiből olimpiai bajnok. Az esemény célja éppen ezért inkább az, hogy minél több kisgyerek szeresse meg a mozgást. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetségének elnöke szerint nagy jelentősége van annak, hogy idén 7 parasportágat is bemutatnak a rendezvényen. Buzdítjuk a diákokat arra, hogy próbálják ki a fogyatékosok számára hozzáférhető sportágokat is, és buzdítjuk a fogyatékos diákok, illetve fogyatékos fiatalok szüleit is, hogy jöjjenek el, hozzák el a gyermekeiket a sportágválasztóra, hiszen itt ezen a sportágválasztón kipróbálhatják azokat a sportágokat, amikben ha kedvet kap esetleg hozzá a gyermekük, akkor bekapcsolódhat ennek a sportágnak a folyamatos űzésébe, a folyamatos edzés lehetőségnek a megtalálásában. Ezért is örülök annak, hogy például a Petőesse, de más olyan sportegyesületek is jelen lesznek a nagy sportágválasztón, akik mindennapos sportolási lehetőséget, akár egyesületi keretek közötti, akár versenysportolási lehetőséget is biztosítanak. A szervezők szerint jó esély van rá, hogy több mint 22 000 látogatnak ki a nagy sportágválasztóra. Ha így lesz, rekordot dönt a rendezvény. A gyerekek egyébként számos olimpiai és világbajnok sportolóval is találkozhatnak. Megtaláljuk a példaképeket, akik miatt remélhetőleg sokan elkezdenek sportolni. Ezek a példaképek ugye kint lesznek a riói olimpián zömmel, vagy már olimpiákon teljesítettek. A 18. nagy sportágválasztó programjai a www.sportagválasztó.hu oldalon is megtalálhatók. Pénteken indul a Zenélő Budapest programsorozat. 10 fővárosi helyszínen több mint 500 ingyenes szabadtéri minikoncert várja a közönséget. A koncertek helyszínei a Várkert Bazár, a Magyarságháza, a Szent István Bazilika lépcsője, a Vajdahunyadvár udvara és a Margit-szigeti Zenélőkút. Új helyszín lesz a Műcsarnok lépcsője, a Deák, a Vörösmarty és a Vigadó tér. Híradónkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!